A mostani videóban a kálcium hasznosulásáról és működéséről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A kálcium hiánya a szervezetünkben a legritkább esetben függ össze azzal, hogy nem fogyasztunk elegendő kálciumot. 100-ból 95 esetben a kálcium felszívódásával, ugye a testünkben a helytelen felhasználásával van a gond, és nem azzal, hogy nem viszünk be eleget belőle. Ez érvényes a csontritkulás állapotára is. Érdemes tehát először ezt a következő 8 esetet átgondolni, és ha tényleg szükséges, csak ezt követően pótoljuk készítményekkel. Ha kálcium hiányunk van, az egyik gyakori jelenség az izomgörcsök a lábakban fekvő állapotban. További tünetek a szorongás, az ingerlékenység, az álmatlanság, az izomfeszülés, a derékfájdalom, a székrekedés, magas vérnyomás, a szívdobogás érzet, a gyakori orvérzések, a gyakori rekedtség, a krónikus köhögés, az elgyengülő körmök, a csalánkiütés, a gyakori láz és a gyakori herpesz. Az első kettő, ami ugye hatással van a kálcium érvényesülésére, az a D-vitamin és a K2 vitamin. Ha kevés a D-vitamin, nem tud a kálcium megfelelően felszívódni, a K2 pedig a kálcium megfelelő helyen történő hasznosulását szabályozza, tehát például azt, hogy a csontokba kerüljön, és ne az erek falán rakódjon le a kálcium. Itt a megoldás a több napon tartózkodás, illetve a D3 és a K2 pótlása készítményekkel. Ha kevés a magnézium, szintén gond lesz a kálcium felszívódásával, mivel a magnézium és a kálcium együtt fejtik ki a hatásaikat, hasonlóan, mint a nátrium és a kálium. A zöldségfogyasztásunk mennyiségéből tudhatjuk, hogy vajon van-e elegendő magnézium a szervezetünkben, mivel elegendő és jól hasznosuló magnéziumot elsősorban a zöldekből, a zöldszínű leveles zöldségekből tudunk bevinni. Amennyiben kevés a gyomorsav, nehezen tudnak hasznosulni az ásványi anyagok. A kálcium kifejezetten. Ha gyakran puffadunk, sok a bélgáz, lassú az emésztésünk, nagy valószínűséggel ez a probléma áll fent. Ahogy öregszünk, a gyomorsavunk ereje egyre gyengül, egyre kevésbé lesz savas, és egyre kevesebb lesz belőle, ami szintén ront az ásványok és nyomelemek hasznosulásán. Ebben az esetben a megoldás az almecet fogyasztása, almecet folyadék vízben elkeverve, vagy almecet kapszula étkezések előtt, a betainhidroklorid, az emésztőenzimek és a bőtölés, mivel a bőtölés alatt lényegében koncentrálódik, erősödik a gyomorsav. Az alacsony omega-3 szint ugyancsak elvezet az alacsony kálcium szinthez, mivel az omega-3 zsírsavakra szükségünk van a kálcium sejtmembránon keresztüli bejuttatásához. Itt azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy eszünk-e elegendő halat, vannak-e gyulladások a szervezetünkben, fájnak-e az ízületeink, mennyire fit az agyunk, ki van-e száradva a bőrünk, van-e magas vérnyomásunk. Ugye ezek az állapotok mind jelzik az alacsony omega-3 szintet. Tehát itt a megoldás a napi szintű zsíros halfogyasztás bevezetése és az omega-3 pótlása jó minőségű halolaj, illetve krillolaj tartalmú készítményekkel. Az alacsony ösztrogén szint, például ugye a változókor alatt, ugyancsak okozhat alacsony kálcium szintet, ami ilyenkor csontritkulás formájában jelenik meg. Menopauza alatt a hormonok kiegyensúlyozása az nagy segítség lehet a tiszta méhpempő és a vörös here kivonat. A vérünk pH értéke enyhén lúgos kell legyen, de ha ettől az enyhén lúgos állapottól lúgos irányba mozdul el, akár csak egy picit is, az már is befolyásolja a kálcium érvényesülését a testünkben. Tipikus tünetek ebben az állapotban a szem alatti tikkelés, illetve későbbi fázisban a szürkehályok, a vesekő, a fogkő és az artritis. Itt hasonló a megoldás, mint a gyomorsavnál, ugye almecet, betain, hidroklorid. A belegben lévő gyulladások szintén rontják a kálcium felszívódását, például ugye IBS, divertikulitis, Crohn vagy kolitis esetén, mindenképpen gondolhatunk erre is. Ebben az esetben ugye a bélrendszert kell először is helyre tenni. És végül szükségünk van egy jól működő pajzsmirigyre is a kálcium hasznosulásához. Tehát például alulműködő pajzsmirigy esetén felmerülhet a kálcium nem megfelelő hasznosulása.
A pajzsmirigy termeli a kalcitron nevű hormont, amelynek többek között az a feladata, hogy segítse a kálcium csontokba való beépülését, ezért ha alulműködik a pajzsmirigyünk, a pajzsmirigy kevesebbet fog ugye termelni ebből a hormonból, így romlik a kálcium csontokba történő beépülésének a hatékonysága. Ha kálciumot pótolunk készítményekkel, először is kerüljük a kálciumkarbonátot, mert ez nem más, mint sima kő, mézkő, mivel a testünk semmit sem tud lényegében kezdeni, szinte teljes mértékben lerakódik, és érdemes arra is odafigyelni, hogy ezt a fajta kálciumot nagyon sokféle bolti ételbe is beleteszik, a gabonapelyhektől kezdve, a növényi italokon át, sokféle egyéb élelmiszerbe. A kálcium csak úgy, mint a vas és a réz, erőteljesen szabályozott ásványok a szervezetünkben, ami azt jelenti, hogy ha túl sokat viszünk be belőlük, mérgezően hatnak, mert a szervezetünk sokkal nehezebben távolítja el őket, mint mondjuk a magnéziumot vagy a káliumot. És ilyenkor ugye, ha sok van belőle, a kálcium lerakódik nem kívánatos helyekre, ami sokféle egészségügyi problémához vezet. A legtöbb időskori megbetegedés mind a túl sok kálcium miatt van, az élelmeszesedés ugye nevében ott van a méz, a kálcium, ennek következménye ugye a magas vérnyomás és a koszorúérbetegségek, aztán az artritis, ami kálciumlerakódás az izületeknél, a szürke hályog, ami kálciumlerakódás a szemekben, a vesekő, ami kálciumlerakódás a vesékben, és így tovább. A legjobban hasznosuló kálciumformák a litotamnium, vörösmoszatfélékben lévő kálcium, a kálcium citrát és a kálcium laktát. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban. Addig is az egészség legyen veled!